Maguk a résztvevők fogalmazták meg, milyen keveset tudnak saját múltjukról, kultúrájukról, a cigány nyelvről, irodalomról. Márpedig, hogy megtalálják helyüket a velük sokszor ellenséges társadalomban, önmaguk ismeretére is szükség van. Persze a cigány népfőiskola oktatói nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a cigány népi kultúra folyvást a születés és a változás állapotában van. A cigány pedig mindenek előtt beszélt nyelv, írásos irodalmi emlékei nincsenek. A hagyományaikban oly fontos mesemondás gyakorlatilag kihalt a 70-es években. A cigány próza és líra ismerté vált művelői, például Lakatos Menyhért vagy Bari Károly is, inkább csak magyarul tudtak beférkőzni az irodalomba, és a kimagasló szellemi teljesítmény még mindig kivételnek számít. Igaz, a cigányság története során mindig is az alulműveltség hátrányával küszködött. A folyamat, amit a népfőiskola szervezői reményük szerint elindítottak, hosszúnak ígérkezik, de mintha megtalálták volna a sikerrel biztató utat. A kultúra segítségével verni hidat oda, ahol ma még szakadék tátong.